Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi születi napok, több tízezren mulattak a hétvégén a városban. Jön az új városi csok, erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Tolnai Vármegye székhelyen. Szüreti felvonulást rendeztek Nakon, ének, szó, zene, tánc kísérte végig az ünneplőket a faluban. Flashmobbal hívták fel a figyelmet a betegségre, az Alzheimer-kór állt a tolnai bemutató középpontjában. Régi hagyomány, hogy ősz kezdetén Szekszárdon megrendezik a szüreti napokat. Idén sem volt ez másként, a hétvégén több tízezren szórakoztak a Tolnai Vármegye székhelyen. A szombati felvonuláson minden korábbinál többen vettek részt. Kisbíró dobolta ki a szombati születi felvonulás kezdetét. A Béla Király térről minden korábbinál többen, nagyjából 2000-en indultak útnak, hogy részt vegyenek a hétvégi programsorozat leglátványosabb eseményén. Gólyalábasok kereplőkkel, lovas huszárok és karikás ostor csattogtató betyárok. Mögöttük a borrendi tagok, a városvezetői, hagyományőrzők és rengeteg civil, iskolás, óvodás csoport. Ez a kislány egyenlőt, 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 nála van a keskenő, 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 én azt vissza nem adom, virágesi angyalom. Szekszárdon régóta hagyomány, hogy a szervezők a környező és távolabbi települések hagyományőrző csoportjait is meghívják, hogy viseletben táncolva együtt vonuljanak fel. Mi Hőgyészről érkeztünk, és a Hőgyészi Székelykörnek vagyunk a két táncsoportja, a nagyobbak a bokrétások, a kisebbek pedig a kisbokrétások, és bukovinai székelyek tánckultúráját ápoljuk, őrizzük és visszük tovább. A meghívott hagyományőrző csoportok közül többen különösen nagy megtiszteltetésként élik meg, hogy részt vehetnek a szekszárdi születi felvonuláson. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk újra a szekszárdi születi napon. 36 jeleztünk, de 42-en vagyunk, és azért ez azt jelenti, hogy egy együttes életébe, hogy bejutni a szekszárdi születi napra, ez valahol egy bizonyos fokú rang, és bízom benne, hogy tetszeni fog. Szekszárd alpolgármestere a felvonulás kezdete előtt azt mondta. Nagyon örülünk annak, hogy kegyeibe fogadott az idejében bennünket az időjárás. Kellemes időjárási körülmények között valóban perceken belül indul a felvonulás. Ahányan vagyunk, meg ahány helyről jöttünk össze, nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy nagyon színvonalas felvonulás tud megoldódni, és az előző évek színvonala az idei évben is vissza tud köszönni. Ezek a felvételek már a Béla Király téren készültek. A város legnagyobb rendezvényére minden évben rengetegen kíváncsiak. Szerintem a születi felvonulás az mindig egy égköve ennek a rendezvénynek, amellett pedig hát a jobb-nagyobb koncertek. A környéken lakok, és nagyon szeretem ezt a fesztivált, mert szerintem nagyon színes és vidám, és nekem ez kell, mert különben nem tudok élni. Én nekem kell ez a pezsgés. A Béla Király téren 15 pavilonban 28 szekszárdi borvidéki, két tolnai pincészet, két pálinkaház és 5 étterem várta a vendégeket. Muslincások miatt jöttem, én Budapestről érkeztem. Ez az első szekszárdi borfesztivál, amin részt veszek, és nagyon tetszik. A nagy színpadon összesen 39 színpadi és színpad környéki program zajlott. Megválasztották a szürettáncos párját, a Bartina Néptánc Egyesület ifjúsági együttesének két táncosát, a 17 éves Weber Zalánt és a 16 éves Bárci Rékát. Ők sárközi ugrósával és friss csárdásával varázsolta el a közönséget. Egy évig viselik a kitüntető címet. A programokat szervező Babics Mihály Kulturális Központ ügyvezetője azt mondta, öröm látni, hogy a szekszárdi születi napok összehozzák az embereket. Azt gondolom, hogy a városlakók és az idelátogatók számára is megállapítható, hogy ez a fesztivál, ez a 4 napos összművészeti kulturális esemény nagyon fontos a számunkra. Ez a szekszárdiak ünnepe, de a hazatérők, hazavágyók ünnepe is,
a céges partnerek ünnepe, a régen látott barátok, régen látott családtagok hazatérésének az ünnepe, és én remélem, hogy az az elmúlt 3-4 évtized, ami ezt felépítette, az nagyon sokáig ugyanezen a színvonalon és ugyanebben a jó hangulatban is megmaradhat. Az idei fesztiválnak ugyan vége lett, de a szervezők a hagyományokhoz hűen már a jövő évi programokon ötletelnek. 10 balesetnél intézkedtek hétvégén a rendőrök Tolnavár megyében. Száka térségében egy motoros csapódott árokba. A férfi nem viselt bukós isakot, ennek ellenére csak könnyebben sérült meg. Szakályban egy autós tért le az útról. A baleset során neki nem esett baja, a szonda viszont pozitív értéket mutatott. Emellett további ittas vezetők is adtak munkát a hatóság szakembereinek. Az elmúlt 72 órában összesen 11 ittassal szemben intézkedtek kollégáink, egy volt közülük a szakályi balesetet okozó férfi, a további 10 esetből 2-nél közigazgatási bírságot, még a maradéknál büntető eljárást indítottak a kollégáim. Kisebb szabadtéri tüzekhez és kidőlt fához riasztották hétvégén a Tolnavár megyei tűzoltókat. Nagykónyiban egy mosógép gyulladt ki, a nagy hőhatás következtében a fürdőszobában több műanyagtárgy is deformálódott. Várdombon az égő avar és gaz, Gyulajon a mintegy 300 négyzetméternyi területen égő avar, gaz és hulladék adott feladatot a lánglovagoknak. Szakcs és Lápafő között egy kidőlt fa miatt volt szükség műszaki mentésre. Valamennyi beavatkozás sikeres volt. A katasztrófavédelem hivatalos oldalán felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy továbbra is érvényben van az augusztus 26-ától elrendelt országos tűzgyújtási tilalom. Tilos a parlag és gazégetés, illetve a tűzgyújtás a magyarországi erdőkben, vasút és közútmenti fásításokban és a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tüzek megelőzése érdekében pedig kérik a dohányzó autósokat, hogy ne dobjanak ki égő cigarettacsikket a gépjárműből, mert az útmenti száraz növényzet könnyen meggyulladhat. Folyamatosan dolgoznak a kormány tagjai a családpolitikai intézkedések bővítésén, ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter közölte Szekszárdon. Gulyás Gergely a Matthias Corvinus Kollégium pódium beszélgetésének vendégeként azt mondta, a városi csok kivezetése űrt hagyott maga után, ezért még idén elkészülhet az az új határozat, ami a családalapítást tervező, városi ingatlant vásárlóknak nyújt segítséget. Akár már idén elkészülhet az a jogszabálytervezet, amit a városi csok kivezetésének ellensúlyozása céljából alkot meg a kormány. Erről beszélt Gulyás Gergely Szekszárdon. Mint ismert, 2024-től a nagyobb településeken megszűnik a csók. Ekkortól kizárólag az 5000 lakosúnál kisebb falvakban lesz elérhető a módosított falusi családok otthonteremtési kedvezménye. A miniszterelnökséget vezető miniszter most arról beszélt, már dolgoznak egy új, hatékonyabban működő támogatási rendszeren a nagyobb településeken élők számára, aminek a részletei még idén kijöhetnek. Látni kell azt, hogy nagyon sok előnye volt a csoknak, de az az ingatlan árrobbanás, ami bekövetkezett az elmúlt 6-7 évben a most már Budapesten kívül, tehát fővároson kívüli városokban, nagyobb településeken, az indokoltá tette ennek a támogatási formának az átgondolását, és biztos vagyok benne, hogy 24. január 1-ével egy olyan támogatási forma tud az eddigi városok helyébe lépni, ami kedvezőbb lesz a családoknak és a gyermeket vállalni akaró pároknak, mint az eddigi szabályozás. Gulyás Gergely az uniós források kapcsán azt mondta, ő a kormány pozitívabb tagjai közé tartozik, mert szerinte néhány hónapon belül elhárulhat minden akadály, ami miatt jelenleg nem érkeznek Brüsszelből Magyarországnak pénzek. Mint fogalmazott, a hazai fél minden kérést teljesített, amik ehhez szükségesek. Éppen ezért én bízom benne, hogy nem lesz akadály annak, hogy a bizottság a utolsó körben feltételként szabott igazságszolgáltatással kapcsolatos módosításokat megfelelnek találja, és az ország minél előbb lehetőleg már idén hozzáférjen a kohéziós forrásokhoz. A cél tehát, hogy hazánk még idén elkezdhesse lehívni a nekünk járó uniós forrásokat. Szerdán emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A benzinért bruttó 7 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 10 forinttal kell majd többet fizetni literenként a kutaknál.
Szeptember 20-ától így a 95-ös benzinért átlagosan 662 forintot, a gázolajért 686 forintot kell majd fizetni. Az árak kutanként eltérőek lehetnek. Legutóbb egy hete, szeptember 15-én tapasztaltak drágulást az autósok, akkor a benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 11 forinttal lett drágább. Több éves hagyományaikhoz híven szüreti felvonulást tartottak Nakon. A tolnai kistelepülés lelkes lakói igazi helyi népviseletben jelentek meg a rendezvényen hétvégén. Lovasfogat vitte a résztvevőket, és a traktor húzta a zenekart a felvonulás során. 5 állomást terveztek a faluban, ahol megálltak énekelni, táncolni, cserébe ételt, italt kaptak a falubeliektől. Ők így emlékeztek meg a szüretről. A művelődési ház udvarán gyűltek össze a szüretet ünneplők a Tolna vármegyei Nakon. Népviselet, traktor, zenekar, lovasfogat és vidám hangulat jellemezte a szüreti felvonulás előkészületeit. Papurbán Beáta 2012 óta a Nakközség önkormányzatánál művelődés szervező, azóta rendszeresen megrendezi a szüreti felvonulást. 2019-ben a Nakközségért Alapítvány és a Naki Falu Szépítő Egyesület úgy döntött, hogy egységes ruhát készít a település lakóinak, akik szeretnének felöltözni, és akkor így minden évben ezt húzzuk fel. Ebben az évben 5 megálló lesz, ahol a falusiak vendégül látnak minket mindenféle süteménnyel, szendvicssel, és azokon a megállókon táncolunk többet, és akkor ott lesz a bíróné. Egykoron igencsak sok szőlős gazda élt és dolgozott a Tolna vármegyei Nakon. A környéken még most is van belőlük jó néhány. A szüreti felvonulás pedig nekik és a szőlőnek tiszteleg. Jellemző, minden évben megtartjuk, és hát egyre kevesebben vagyunk, de attól függetlenül annál nagyobb elánnal és szeretettel összegyűlünk, végigjárjuk a falut, boldogan integetünk, eszünk, iszunk, mulatunk. A helybeli önkormányzat önerőből valósította meg a szüreti ünnepséget. Pár százezer forintból összehozták a kellemes hétvégi napot. Munkatársai készítették a finom naki pörköltet. Országosan még mindig magas a parlagfű pollen koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hétfőn. Hozzátették, a hidegfront és a csapadék hatására csökkent a levegőben a virágporának mennyisége, amely azonban a hétvégén még így is jellemzően a magas és a nagyon magas tartományban alakult. A meleg időjárás hatására a héten várhatóan továbbra is jellemzően magas lesz a pollen terhelés, helyenként a szárazabb, fertőzöttebb területeken pedig még a nagyon magas szintet is elérheti, írták. Különleges flashmobbal hívták fel a figyelmet az Alzheimer korra Tolnán. A település főterén szépkorúak mutattak be ez alkalomból összeállított tánckoreográfiákat. Az Alzheimer kór egy visszafordíthatatlan, időben egyre súlyosbodó agyi megbetegedés, amely során egyre romlik a beteg memóriája és gondolkodási képessége egészen addig, míg a mindennapi élet egyszerű feladatait sem képes már elvégezni. Ez a jelenség az időskori demencia leggyakoribb oka. Az Alzheimer világnap minden év szeptember 21-én világszerte megrendezett eseménysorozat. Ehhez csatlakozva szervezett örömtáncot a Szépkorúak Egyesülete Tolna főterén. Én igazából a munkám során azt tapasztalom, hogy mindig több család kerül ebbe a helyzetbe, és hogy mindig fiatalabb korosztályokat érint. Nagyon általában már azt mondják, hogy 5-6 év eltelik, mire a család elkezdi érzékelni azt, hogy probléma van az időseknél. Tehát addig elég rejtett dolgokban jelentkezik. Céljuk, hogy kiemelt figyelmet kapjon a kor, illetve felhívják más demenciák terjedésének veszélyére, visszaszorítására, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak szükségességére, a betegséggel élő körülményeinek javítására. 5 éve csináljuk ezt a szenior örömtáncot itt Tolnán, és 4 éve rendszeresen megemlékezünk az Alzheimer betegekről, a gondozóikról, és magáról a betegségről is, ami sajnos úgy néz ki, hogy már népbetegség lesz.
a csoport minden héten egy alkalommal, keddi napokon másfél órás programon vesz részt, akkor tanuljuk meg a táncokat, a koreográfiákat. A Tolnai Senior Örömtánc csoport már 5 éve iktatja be programjai sorába a Hősök terén való fellépést, ennek szellemében még inkább kiemelt figyelmet kapjon a betegség, és minél előbb felismerjék a korai jeleket. Az úgynevezett demenciát megelőző lassító, az agyat tornáztató serkentő hatás vitathatatlanul hozzájárul az agyi képességek megőrzéséhez, ha az idősödő ember folyamatosan végez szellemi tevékenységet. Nagyon szeretek táncolni mindenképpen, és az, hogy örömöt, boldogságot és a társaság az feledhetetlen. Ez nem csak munka lehet, olvasás, gondolkodást igénylő játékos időtöltés, társasjáték, sakk, kártya, memóriajáték, rejtvényfejtés, zenehallgatás, a baráti beszélgetés is sokat segíthet ebben. A mozgás, a testedzés, még a legegyszerűbb séta is hozzájárul nem csak a testi, hanem a mentális kondíció megőrzéséhez is. Regionális híreink következnek. Baloldali csatározás helyett képviselői munkát, Kertváros képviselőjét bírálta a pécsi fideszes. Veszélyes az e-roller, mondják a járókelők, baleset is történt a járművel csütörtökön. Közös kiállítás, pécsi és sepsiszentgyörgyi alkotók közös munkái láthatóak a Baranyai Vármegye székhelyen. A baloldal vezetői posztjáért harcol a polgármesterrel a kertvárosi képviselő Bognár Szilvia. Ennél hasznosabb lenne, ha a választók érdekében tevékenykedne. Ezt vetette fel a pécsi Fidesz önkormányzati képviselője. Barkóczi Csaba szerint a korábbi alpolgármester csatlakozhatna annak az elképzelésnek a megvalósításához, amely 1000 parkoló helyet és 10 000 fa ültetését tűzte ki célul. Gyakran alakult ki a pécsi közgyűlésben is szócsata a polgármester és az alpolgármesteri posztból eltávolított Bognár Szilvia között. A polgári párt szerint a baloldal vezetői szerepéért folyik a harc jelenleg is, ez pedig hatással van a képviselői munkára. Az egyetlen képviselő vagyok az úgynevezett baloldali összefogás térfelén, aki nem tántorította el magát attól, amit 2019 őszén ígért a választóknak, és amire 2019. október 31-én felesküdött. Ezt mondta a kritikára a képviselőasszony. A fideszes Barkóczi Csaba szerint már évek óta megy a politikai harc a baloldalon, ami nem szolgálja a város érdekeit. Mi azt gondoljuk, hogy a pécsiek már nagyon-nagyon unják ezt a hatalmi vetélkedést, ami Bognár Szilvia és Péterfi Attila kapcsolatát jellemzi. Ezért felszólítják a képviselőasszonyt, hogy választókerületéért dolgozzon, mondta a képviselő sajtótájékoztatóján pénteken. Fejezze be végre ezt a fajta tusakodást a polgármesterrel, és csatlakozzon ő is ahhoz a kertváros koncepcióhoz, amit Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi városházi frakció vezetője, ennek a hétnek az elején meghirdetett, és amely arról szól, hogy a zöld területek bővítése mellett praktikus, modern és kényelmes módon 1000 új parkolóhelyet hozzunk létre itt Kertvárosban, annak érdekében, hogy azokat a nehézségeket, amelyeket a parkolás jelenleg is okoz az itt élőknek, azokat hatékonyan megoldani tudjuk. Erre kérik a korábbi alpolgármestert, mondja a fideszes képviselő. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása hasznosabb az itt élőknek, mint a baloldal vezetői szerepéért vívott küzdelem, zárta Barkóczi Csaba. 4 hete érkeztek meg az e-rollerek Pécsre. Az egyik közösségi használatban lévő járművel csütörtökön okozott balesetet egy fiatal fiú, aki egy gyermeket ütött el. Az eset kapcsán megkérdeztük a pécsieket, mennyire tartják veszélyesnek az e-rollereket a városban. Elektromos rollerek parkolnak a pécsi nevelési központ közelében. Itt történt az első súlyosabb baleset, amit egy ilyen járművel okoztak az oktatási intézmény előtt. A balesettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget, és ott azonban azt a választ kaptuk, hogy ez szabálysértésnek minősül ez az eset, ezért erről nem nyilatkozhatnak. Ugyanis ehhez nincs meg a jogi hátterük. Sajtóhírek szerint egy 19 éves fiatal elektromos rollerrel ütött el egy 9 éves, gyalogosan közlekedő gyermeket csütörtök délután a NEFCO-nál, akinek az eséstől az egyik fogából tört le egy darab. Megkérdeztük a járókerülőket, mi a véleményük az új közösségi közlekedési eszközről. Kellene valami módosítás, vagy
milyen módosítás? Hát, hogy hol lehet használni, és hogy lehet használni. Veszélyes, mert volt olyan például, én le is fényképeztem egy helyen, ahol építkezés volt, és hát ott elment volna, hát tüskék álltak ki a gerendából, és hát ha ott elmegy, akkor vége. Baleset. Nem csak saját magukat veszélyeztetik, hanem ez a fék, ami ezeken a kis járműveken van, ehhez a gyorsasághoz én szerintem kevés. És azért számoljunk egy kicsit, van rajta egy mázsa is sok esetben. Hát mire észleli, hogy meg kellene állni, és mire meg tud állni, az alatt eltelik egy kis idő, és az alatt mozog a jármű, és komoly sérülések lehetnek ebből. Akik válaszoltak kérdéseinkre, a járműben rejlő veszélyeket említették először. Közben újabb hírek szerint az e-rollereket üzemeltető cég csökkentette az eszközzel elérhető legnagyobb sebesség mértékét a kertvárosi baleset helyszínén. Így a rollerekkel 15 km/h érhető el ezen a területen 25 km/h helyett. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kar helyi és sepsi Szentgyörgyi tanszékeinek hallgatói mutatják be a Bigfalvi művésztelepeken készített alkotásaikat a Baranyai Vármegye székhelyen. Az idén másodszor adódott lehetősége a fiatal művészeknek, hogy szakmai vezetés mellett alkossanak az erdélyi művésztelepeken. Az alkotótáborokban a szakmai vezetők szobrász, festő, művészettörténész voltak. A Bigfalvi művésztelepeken nyaranta készült munkákból nyílt kiállítás a Nádor galériában. Csaknem 30 alkotó, közel 500 munkája látható a tárlaton. Hamza Marcell tavaly végzett a PTM művészeti karán szobrászszakon. Alkotása a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. Generációs problémára utal a munka, hogy milyen világot hagyunk a következő nemzetégeknek, és hogy ez alapvetően, ez a probléma nyilván a mi életünkben is egy súlyos probléma, de most annyira nem látjuk ezeket a hatásait, hogy egy ember elhajít egy palackot, és mondjuk egy nap 10 emberből egy eldob egy palackot, azt számoljuk, hogy a bolygón akkor hány palack kerül egy nap alatt bele igazából a természetünkben. Az alkotótábor egyik szakmai vezetője Péter Alpár volt, aki a szobrászattal kapcsolatos alkotómunkákat segítette. A művész a Sepsiszentgyörgyi Egyetem oktatója. Az itt látható alkotások 2 hét munkáját összegzik. Egy hetet alkottak tavaly, és egy hetet idén a hallgatók. Tehát egy nagyon intenzív programról van szó, ahol nagyon nagy hittel, lelkesedéssel dolgoztak, úgyhogy, és délután esténként meg szakmai fórumok előadásokon vettek részt, ami itt nem jelenik meg, de hát a szellemi töltete benne van az alkotásokban. Óriási sikernek mondható, hogy a PTM művészeti kara osztatlan festő és szobrászművész szakot tudott indítani Sepsiszentgyörgyön. Ez egyetemi szintű művészképzést jelent. Azonban nem csak a nyelvközösség művészetéhez, szellemi tartalmaihoz való tartozás ápolása a cél, mondta Hegyi Csaba, a PTM művészeti kar dékán helyettese. Az is célunk, hogy a pécsi magyarországi hallgatók megismerkedjenek, mert sajnos igazából az a tapasztalatunk, hogy a mai fiatalság egy részében nem tudatosul kellőképpen az, hogy keletre innen közel 800 kilométerre egy tömb magyarság él, ahol egyébként nagyon komoly magyar nyelvű művészeti líceumok vannak, és hogy komoly létjogosultsága van annak, hogy egyetemi szintű művészképzés indulhasson ott el, és nagy siker a számunkra, hogy ez most már mindenképpen megerősödni látszik. A Bigfalvi művésztelepeken készült alkotások szeptember 28-áig megtekinthetők Pécsen a Nádor galériában. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Szekszárdi szüreti napok, több tízezren mulattak a hétvégén a városban. Jön az új városi csok, erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Tolnai vármegye székhelyen. Szüreti felvonulást rendeztek Nakon, ének, szó, zene, tánc kísérte végig az ünneplőket a faluban. Flashmobbal hívták fel a figyelmet a betegségre, az Alzheimer kór állt a tolnai bemutató középpontjában. Kedden délelőtt keleten még meleg, majd a délután folyamán már ott is északnyugat felől érkező hideg front várható. Valamennyi napsütésre szinte mindenhol számítani lehet, azonban felhősödésekre kell készülni, és itt-ott kisebb esőre, záporra.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!